A hazai gazdasági növekedést tovább motorizálják az uniós források, jövőre akár 4%-os GDP emelkedés is várható. Erről Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke beszélt Nyíregyházán, a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének tisztújító közgyűlésén. Itthon kiegyensúlyozott és stabil az államháztartás, mondta el. Nem áll rosszul Magyarország gazdasága, kezdte előadását Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke Nyíregyházán, a Közgazdasági Társaság rendezvényén. Az elmúlt évben 2%-os volt itthon a gazdasági növekedés, ez európai viszonylatban is jónak mondható. Továbbá 2016-ban 1,7%-os volt GDP arányosan az államháztartási hiány. Az államadóssága a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 6. éve csökken. Egy ilyen 10%-os aránycsökkenés volt az évek alatt. Azon lehet vitatkozni, hogy ez most sok vagy kevés. Mindenesetre a korábbi környezethez képest ez egy nagy fegyvertény volt. És azt lehet mondani, hogy egy kiegyensúlyozott stabil államháztartásnak a feltételrendszere, hogy addig költekezünk, ameddig a lehetőségeink nyújtanak. Nem veszünk fel olyan adósságokat, amelyek ezt az arányt tovább rontanák. És ez a biztonság tulajdonképpen azt hozza magával, hogy egy gazdasági növekedés, egy kiegyensúlyozott államháztartási egyenleg, és egy megbízhatóan működő országnak a gazdasága lett Magyarország ebben a tekintetben. Nagyon nagy áldozatok árán történt ez. Ebbe beletartozik az is, hogy voltak olyan évek, amikor szükség volt a nyugdíjvagyonnak a igénybevételére, voltak olyan évek, amikor többet lehetett előre jutni, és voltak, amikor nehezebbek. De hát azt lehet mondani, hogy a múlt évi 2%-os növekedés mellett is lehetett csökkenteni az államadóságot, lehetett erőteljesebben előre haladni, és bízunk abba, hogy 2018-17-ben egy nagyobb arányú csökkentést is végre lehet hajtani. A gazdasági növekedést segítik ebben az évben az uniós pénzek is, mondta előadásában Kovács Árpád, aki szerint akár 1,5-2%-kal is hozzájárulhatnak a hazai GDP-hez jövőre. Ha jól összejön, akkor a 4% környéki növekedés az Magyarország számára realitás, ami egy nagyon jó szám, fölötte van az Európai Uniós növekedési átlagnak. A bevételek a múlt évben nem alakultak rosszul. Az államháztartás bevételei azok minden elképzelés fölülmúlóan pozitívan alakultak, hiszen egy viszonylag szerényebb növekedés mellett is, hát decemberben lehetőség nyílt arra, hogy egy 1000 milliárdos nagyságrendű, korábban nem tervezett forrást biztosítsunk azokra a célokra, amelyekre úgy tűnt, hogy nem jut pénz, egészségügy rendbetételére, bérekre, oktatási célokra, egyházi célokra, tehát fejlesztési célokra is. A magyar gazdaság külső sérülékenysége jelentős mértékben csökkent. Magyarország felminősítése újabb kapukat nyitott a befektetések előtt, mondta Kovács Árpád, aki előadásában arról is beszélt, hogy az alacsony bérek visszafogták Magyarország versenyképességét, ezért szükségszerű volt a tavalyi bérfejlesztési csomag, ami az állami és versenyszektort is érintette. Igazán csak néhány hónap múlva derülhet ki, hogy ennek milyen hatása lesz a gazdaságra nézve. A bevételek szempontjából, ahogy én tudom, az első 3 hónap, a január-februári adatot biztosan tudom, a március végi adatot még nem láttam. Ezek az adatok azt mutatják, hogy egyelőre nem tört meg a bevételeknek a dinamikája. A nagy kérdés, és erre igazán válasz június környékén lehet, majd május-június környékén mondani, hogy ez milyen kieséseket hozott az államháztartásban ez a tétel. Nem csak a minimál bér van jelen, hiszen ez egy komplex bérjellegű csomag, de úgy gondolom, hogy ezeknek a hatása, ha lesz is átmeneti kiesés, ki fog egyenlítődni. Kovács Árpád jelentős összegnek és nagyarányú támogatásnak nevezte azokat a forrásokat, amit gazdaságfejlesztésre használ fel a költségvetés. Ez a tavalyi évben 3500 milliárd forintot tett ki. A következő években a költségvetési stabilitás és a versenyképesség megőrzése miatt is kihívás lesz a termelékenység javítása, a beruházási kedv élénkítése és a szakképzett munkaerő megtartása. A világgazdasági folyamatokat elemezve az energiaárak növekedéséről beszélt, a bankrendszert törékenynek nevezte, a tartósan alacsony kamatokat pedig kockázatosnak vélte.
A romló demográfiai adatok szintén problémát jelenthetnek a munkaerőpiacon. Március végéig minden pályázati felhívás megjelent a vidékfejlesztési programban. A mostani 13 pályázati cím alatt még 80 milliárd forint válik elérhetővé az agrárvidékfejlesztésben. A vidékfejlesztési program 2015. augusztusi megjelenése óta összesen 68 darab felhívás jelent meg, 2020-ig a keretösszeg 1300 milliárd forint. Az agrárgazdasági kamaratagoknak a pályázatírásban minősített szakemberek is segítséget nyújtanak, a szervezet ezt a szolgáltatást ingyenesen biztosítja a termelőknek. Harcsa Krisztina a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk egy picit ez utóbbiról, hiszen most már úgy látszik, hogy ebben a programban, a vidékfejlesztési programban finiséhez érkezett a pályáztatás, és a minősített szakemberek segítséget nyújthatnak azokban a pályázatokban, amit még most utólag kiírtak, kik a minősített szakemberek, és hogyan érik el őket a gazdák? A gazdák a minősített szakembereket a kamara honlapján keresztül, illetve a Nonprofit Kft.-nek a honlapján keresztül érhetik el, ott ki tudják választani a megyét, ki tudják választani a jogcímet, pályázati felhívást, ami érdekli őket, és ott pedig választhatnak pályázatírót maguknak. Itt van lehetőségük arra is, hogy visszajelzéseket tegyenek, tehát tudják minősíteni a pályázatírókat ő maguk is. Fontos elmondani azt, hogy az 1300 milliárdos keret tényleg felhívásai kiírásra kerültek. Nagyon sok pályázatot már fel is függesztettek, azért mert látni kell azt, hogy 4-5-szörös túligénylések vannak, sőt volt olyan felhívás, ahol több mint 10-szeres igény jelentkezett. Úgy hirdik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a gazdák aktívak ezeken a pályázatokon. Igen, el lehet mondani, hogy az országosan beérkezett pályázatoknak a 20%-a az megyénkből érkezik be. Minden ágazatban ilyen aktívak? Igen, minden ágazatban, talán kivétel a borászat, mert ugye nem vagyunk egy szőlőtermesztővidék. Még egy picit térjünk vissza a minősített szakemberekhez, és ahhoz a segítségnyújtáshoz, amit most tudnak adni a gazdálkodóknak. Miben kell segíteni a gazdálkodóknak, hogyha pályázatokról, pályázatírásról van szó, milyen fajta segítséget igényelnek? Hát mindenképp az adminisztratív segítségnyújtás. Ugye most már minden pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, ehhez ügyfélkapura van szükség, felületen kell benyújtani mindent elektronikusan, PDF-ben vagy tehát bármilyen szkennelt formában, tehát szükséges az az informatikai háttér is, amivel a gazdák nagyon sokszor nem rendelkeznek. Egyébként a pályázatok kapcsán mi mondható el? Lehetett azt hallani, hogy úgy átfogóan ez az időszak, a 2014-20-as időszak kicsit módosul. Gyorsabb lesz az eljárás, gyorsabb lesz a pályáztatás, nem lesz olyan bürokratikus, bonyolult, viszont szigorúbb lesz, és ez itt talán fontos, hogy a szigorúbb feltételeknek ezek a vállalkozások egyrészt meg tudnak-e felelni, illetve a pályázatok miért szigorúbbak, ha egyáltalán az elbírálás szemszögéből szigorúbbak? Magának a jogosultsági feltételeknek meg tudnak felelni a mezőgazdasági vállalkozók, akik ezzel foglalkoznak, ugyanis nekik azt kell teljesíteni, hogy az előző lezárt teljes üzleti évükben az összárbevételüknek több mint 50%-a a mezőgazdaságból származon, illetve van egy minimális üzemméret, amit el kell, hogy érjenek. Ennek meg tudnak felelni, viszont fontos, hogy tudják azt is, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni. Pontozásos rendszer alapján van a bírálat, a pontszámokat be lehet vállalni, de utána azt teljesíteni is kell. Tehát itt nagyon fontos az, hogy tudják, hogy milyen pontszámnak milyen jogkövetkezménye van, mert eljuthat az ügyfél addig is, hogy az egész támogatást vissza kell fizetnie. Kapnak-e pluszpontokat foglalkoztatásért? Azt is tudjuk, hogy ebben a ciklusban kiemelt a foglalkoztatás bővítés, gazdaságfejlesztés, és hogy ez az egyik legfőbb prioritás, ez vonatkozik a vidékfejlesztési pályázatokra is. Igen, vonatkozik ide is. A munkahely megtartás az követelmény, a munkahely teremtés pedig pluszpontokat eredményez az ügyfelek részére. Milyen pályázatokhoz kapcsolják egyébként a foglalkoztatást? Mindegyik pályázati felhívásnál pluszpontot jelent a munkahelyteremtés. Tehát nincs külön erre. Kitétel. Nincs. Hogyha megnézzük azt, hogy a túl igénylés jellemző minden ágazatban, akkor egy-egy pályázatnak milyen nyerési realitása van, milyen esélye van, ez is fontos a gazdálkodók számára, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy az előző körből, ami 2014-ig tartott, kimaradtak, és most van igazából lehetőségük arra, hogy ebben a 2020-ig tartó ciklusban beruházási támogatáshoz jussanak, kapacitásbővítés,
fizetési támogatáshoz, eszközbeszerzési támogatáshoz jussanak, de ehhez már annyira nem az utóbbihoz. Itt mindenképp azt mondom, hogy pályázni kell. Tehát, hogyha a lehetőségeket nem használjuk ki, akkor ugye nem lesz esélyünk arra, hogy nyerjünk. Nyilván, amit mondtam, pontozásos szempont miatt mindegyik pályázathoz üzleti tervet kell készíteni, illetve a nagyobbakhoz pénzügyi tervet is. Ezért fontos az, hogy jó szakembereket választanak, mert azért az üzleti tervek nagyon sok esetben a 100 pontos rendszernek több, mint a felét teszik ki, tehát nagyon fontos, hogy jól el legyen készítve a pályázat. Lehet azt is hallani erről a programról, a vidékfejlesztési programról, hogy lassú az elbírálás, és hogy sokat kell várni a majdani szerződéskötésekre és kifizetésekre. Ugye már a 90%-a szinte teljesült ennek a programnak, de a kifizetésekre még ténylegesen várni kell. Igen, a kifizetésekre várni kell még, bár most az az ígéret, hogy április végétől megkezdődően, áprilistól, tavasztól, nyár végig minden tavaly benyújtott pályázatban döntés fog születni a benyújtások sorrendjében, tehát legelőször a mezőgazdasági termékek feldolgozására benyújtott pályázatoknak a döntését várjuk április végére, és azt ígérik, utána ütemezve van már a többi döntés is. Ezeket a pályázatokat mikor írták, mikor készültek el? Ezeket még tavaly februárban, amiről most beszéltünk, a mezőgazdasági termékek feldolgozását. Nyilván azok az támogatások, ami az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások, tehát ami a gazdálkodóknak alanyi jogon jár, ott a kifizetések nem csúsznak, nem csúszhatnak. Ott már előleg kifizetése is megtörtént a napokban. Ezekkel a pályázatokkal mit látnak önök, akik átfogóan látják az egész vidékfejlesztési programban meglévő pályázati struktúrát? Mennyit tudnak fejlődni az agrárvállalkozások itt a megyében is? Mindenképp tudnak, mert a mostani pályázati felhívások lehetőséget adnak a kis és közepes vállalkozások, családi gazdálkodások számára is, hogy fejlesztenek. Ugye olyan könnyítés is van, hogyha 50 millió forint alatti maga a beruházási összeg, akkor egy kicsit egyszerűbb egy pályázatot összerakni, kevesebb adminisztrációval jár. Tehát megvan nekik is a lehetőségük arra, hogy fejlesztési igényeket tudjanak benyújtani. Arányaiban milyen intenzitású támogatásokat vehetnek igénybe a gazdálkodók? Általánosságban elmondható, hogy 50%-os támogatási intenzitás van, viszont a fiatal gazdálkodók további 10%-os támogatási intenzitást kaphatnak, illetve a konzorciumok is 10%-ot, tehát így ha 5 darab fiatal gazda összeáll konzorcium, akkor egy 70%-os támogatási intenzitást is el tudnak érni. Milyen pályázatok, vagy milyen jellegű pályázatok vannak még hátra? Ugye én itt említettem, hogy a mostani pályázati címek alatt 13 féle fajta pályázat jelent meg. Ezek milyen területeket céloznak? Amiket most jelentettek meg, az a fiatal gazdálkodók induló támogatás, amire már most folyamatosan lehet beadni a pályázatot, illetve van a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása vagy fejlesztése. Itt az a lényeg, hogy diverzifikáljunk, hogy mezőgazdasági vállalkozók több lábon állhassanak, itt turisztikai fejlesztésekre tudnak például pályázni. Vannak olyan pályázatok is, ami már tavaly megnyíltak, de folyamatos beadás van, és ott még nem telt meg a keret. Ilyenek a kertészeti ültetvénytelepítéses és öntözéses pályázatot, a vízgazdálkodási pályázat. Az állattenyésztők közül még tudnak pályázni azok, akiknek ló, nyúl, méh, galamb vagy fürgy, illetve csillattenyésztéssel foglalkoznak. Tehát vannak még folyamatban lévőek. Illetve most kiírt 13 között vannak olyan is, amit a szaktanácsadóknak írtak ki, a termelőcsoportoknak írtak ki, tehát ami nem közvetlenül a gazdáknak van kiírva. Ezek milyen összegeket jelenthetnek egy-egy vállalkozás számára? Hát teljesen eltérő, hogy hol mekkora a keret, illetve hogy mennyi a támogatás maximális mértéke, tehát pályázati felhívásonként változik. Még néhány mondatban beszéljünk egy másik lábáról ennek a vidékfejlesztési programnak, hiszen ebben azért a vidéki élet minőségének a javítása is egy prioritás, egy kulcsfontosságú tényező, és önkormányzatok is pályázhatnak vidékfejlesztési programokra. Az önkormányzatok mire pályázhatnak? Az önkormányzatok a tavalyi évben pályázhattak a településképet javító épületeinek a felújítására, és ide nem csak önkormányzatok, hanem non-profit szervezetek és egyházak is pályázhattak. Ezeknek a döntésére is idén májusban várunk, illetve az idei évben külterületi utak fejlesztésére pályázhattak, és most májusban pedig beadhatnak piacfejlesztésre, illetve közétkeztetési konyháiknak a fejlesztésére pályázatot. Lehet azt mondani, hogy ez a pályázati dömping befejeződik, legalábbis a pályáztatási része. Meddig tarthat még ebben az évben? Hát
én úgy gondolom, hogy nyár végéig biztosan, illetve ami még nem jelent meg, de nyáron várjuk, az a LEADER pályázatok, ez az alulról jövő kezdeményezésekre irányuló pályázati forrásokat még nyáron várjuk, hogy kiírják, tehát amikor őszi beadásúak lesznek. Harcsa Krisztina, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is.